Folyamatosan bővül a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények és szolgáltatások köre Tiszafüreden, kezdte beszédét F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, ha valaki megkérdezi, mit lehet csinálni Tiszafüreden, a válasz egyszerű, mindent, csak nem unatkozni. Néhány évtizeddel ezelőtt megkérdezték tőlem, hogy hova érdemes itt a környéken elmenni, kicsit nyaralni, szórakozni, szabadidőt eltölteni, és akkor mondtam, hogy Tiszatóba hova, mondtam, hogy Tiszafüred, Abátszalók, és megkérdezték, hogy mit lehet itt csinálni. És ez 25 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy hát lehet horgászni. Mondták, jó, és még? Lehet csónakázni. Lehet fürdeni a Tiszába. És ahogy teltek az évek, egyre több mindent lehetett felsorolni, hogy mit is lehet itt a Tiszánál, a Tiszatónál csinálni. Milyen tevékenységeket, milyen kikapcsolódást, milyen szórakozást lehet itt tűzni. És már eljutottunk odáig, hogy egyszerűbb, hogyha azt kérdezik, hogy mi az, amit itt nem lehet csinálni. Sokkal egyszerűbb, hogyha ebből a szemszögből közelítjük meg az itteni fejlődést. Egy dolgot biztos nem lehet csinálni, ha valaki idejön és jó idő van, de még rossz időben is unatkozni. Hiszen ez a környék annyi lehetőséget tud nyújtani az ide jövő, kikapcsolódni vágyó idősebbeknek, fiataloknak, kisgyermekes családoknak, hogy felsorolni is nehéz. Az átadó ünnepségen Újvár Imre megjegyezte, idén eddig 800 millió forint értékben nyertek támogatást a város pályázatai, és további 1 milliárd forintot is meghaladó összegben benyújtott pályázati kérelmek várnak elbírálásra. Ez egy örömteli nap számunkra, hiszen több olyan beruházásunk végére értünk, amelyek növelik az itt élő lakosok életminőségének színvonalát, de az idejekező turisták számára is élvezetet jelentenek, hiszen itt a Szabadstrandon több olyan sportfunkciójú objektumot is létrehoztunk az elmúlt években, amelyeknek köszönhetően a szabadidő eltöltése tartalmasabbá vált. Ugye, aki egy Szabadstrandra érkezik, annak az első gondolata az, hogy itt csak fürdeni lehet, vagy a büfében enni egy jót, esetleg kerékpározni. De azért felvetődött az ötlet a képviselőtestületben, hogy mi lenne, hogyha itt a Tisza partján a Szabadstrand mellett létrehoznánk egy kisebb sportkomplexumot. És ez kezdődött egy kondiparkkal, egy multifunkciós sportpályával, és most kibővült két új műfüves teniszpályával. Ahogy az előzményeket kollégám említette, az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk a országos sportszövetségekkel, a labdarúgó szövetséggel, kézilabda szövetséggel, kajakkenu szövetséggel, a tenisz szövetséggel, amelynek eredményeképpen minden egyes kapcsolatnak az lett a vége, hogy egy-egy új sportlétesítmény jöhetett létre, vagy korábbi rossz állapotú sportpálya újulhatott meg. Ennek köszönhetően nem csak a turisták élvezhetik ezeknek a áldásos előnyeit, hanem a tiszafüredi gyermekek és a tiszafüredi lakosok is minőségi körülmények között tölthetik el a szabadidőt. Ugye többször hallottuk már, hogy a szabadidő minőségi eltöltésére mennyire fontos koncentrálni.